Október végén aláírták a kiviteli szerződéseket, így november elején már megkezdődött az új újpesti piac, vásárcsarnok és kulturális központ építése. Erről beszélgetek most Winter újpest polgármesterével. Köszönöm, hogy elfogadtam a kívánsunkat. Szép napot kívánok mindenkinek. 2013 nyarán határozott a képviselőtestület a beruházásról. Most ugye 2015 novemberében írták alá a szerződéseket. Mi történt ez alatt az idő alatt, és ez mennyire számít egy ekkora időintervallum hatékonynak, a gyorsnak? Hát 2013-ban döntött a képviselőtestület, de a munka már korábban megkezdődött. Nyilván fölmértük a jelenlegi állapotot, megnéztük a korábban elképzelt, elkészített terveket, tervkoncepciókat. Megnéztük, hogy lehet-e a jelenlegi piacot megújítani, úgy, hogy közben egyébként a működést is biztosítjuk, uh -huh. lehet-e érdemese annak a korszerűsítésére uh, fordítani pénzeket. És amikor ezek a hatástanulmányok, vizsgálatok elkészültek, akkor született meg az a döntés, hogy az összes szempontot figyelembe véve egy új vásárcsarnok építése szükségszerű. Tehát mindenképpen lett történt volna valami a vásárcsarnokkal, csak azt kell eldönteni, hogy melyik, melyik úton indulnak el a felújítások. Mindenféleképpen minden, kellett volna, ugyanis ez a jelenlegi csarnok az egyre szigorodó Európai Uniós normáknak, mm. állategészségügyi, tisztasági, egyéb előírásoknak, egyébként a komfortját tekintve a télen hideg van, nyáron meleg van, a közlekedési nehézségek, az áru feltöltés, stb. stb. ezek szempontok szerint mindenféleképpen hozzá kellett volna nyúlni, de mivel nekünk elsődleges szempontunk az volt, hogy a lehető legkisebb zavarással, bár ez megoszlik, hogy mekkora zavarás lesz majd a, a piac életében az építkezés, de hogy működjön, tehát hogy megtartsuk azt a közösséget, amely a, a hely szelleme, a kereskedők és a vásárlók együttese, az újpesti piacot jelenti, ezt megőrizzük az építkezés ide alatt és utána is, uh -huh. ezért az a döntés született, hogy minden uh, előnyt és hátrányt mérlegelve egy új vásárcsarnok építése a szükséges. De nyilván ez egyszerű, tehát hogy két cég nyert, vagy két cég fogja ezt, egyrészt a mélyépítési és közműépítési munkálatokat, egy, a másik pedig a szerkezet is magasépítési munkálatokat. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, hiszen ugye lesz ott egy mélygarázs, ami egyben árufeltöltő áru is, ami nyilván nem a külcsín, plusz ugye a veleje. Az egésznek. Igen, és hogy miért tartott ilyen sokáig, hogy egy 13-as döntésből 15 év végén uh -huh. van érdemi munkavégzés. Az újpesti saját szabályozási terveket meg kellett változtatni, ez is hosszú idő. Maga az épp a tervezés és engedélyeztetés is nagyon hosszú idő volt. Uh -huh. Egy ilyen volumenű beruházás az új eljárási szabályok alapján az első volt, tehát ezt a kormányhivatal is, aki az engedélyező hatóság volt, ő is tanulta, nagyon segítőkészek voltak. Együttműködőek, ennek Nekek ellenére. Új volt ez az egész, azt mondja? Hogy... Teljesen új volt, ugye ez egy ilyen, én nem fogom tudni pontosan megmondani, egybe volt az engedélyeztetés és a, 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 a tervek, a szabályozási terveknek a, a módosítása, és közben a tervezés közben szigorodtak a tűzvédelmi szabályok, tehát ott egy új tervezési eljárást is el kellett végeznünk, úgyhogy nem volt egyszerű. És amikor azt gondoltuk, hogy akkor már egyenesben vagyunk, és akkor már csak úgy mond a közbeszerzés és a kivitelező kiválasztása van hátra, akkor kiderült, hogy a közbeszerzési szabályok sem annyira egyszerűek. Abban is volt egy jelentős csúszás, utána akkor, mikor már az nyertes ajánlattevők meg voltak, akkor a szerződéskötés, mivel ugye a két fél egyeztetni kell, hogy hogyan van a közös munkavégzés, hogyan adják át egymásnak a munkaterületeket, stb. 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 Tehát ez is a saját eredetileg 2013 nyarán eltervezett ütemtervünkhöz képest is be kell vallani férfiasan, egy éves késéssel tud elindulni a beruházás, de most már azt mondhatjuk, hogy elindult, szerződés, megkötés, szerződések megkötése kerültek, és most már a munkaterület is át a, a, mélyépítés kivitelező cégének, úgyhogy ha valaki arra jár, akkor már mindenféle nagy látványos munkát még nem, de már mozgulódást láthat. Mi volt a fő szempont a kivitelező kiválasztásánál? Ez egy nemzetközi eljárás szerint lefolytatott közbeszerzés volt, tehát ennek nagyon szigorú szabályai voltak. Uh -huh. Nekünk a legjobb ajánlattevőt van módunkban csak és kizárólag elfogadni, tehát volt egy szempontrendszer, de abban teljes mértékben meghatározóak az ár volt. Volt egy tervezői költségbecslés, nyilván egy fedezett, rendelkezik az önkormányzat, ezen meghatározott fedezeten értéken belül érkeztek az ajánlatok, tehát uh -huh. a két legjobb, legolcsóbb ajánlattevővel. Tehát ez uh, egy egzakt dolog, viszont. Ez egy teljesen egzakt dolog. Annyi van, ugye, hogy azért uh, bárki, aki aki így akár csak egy kis házépítést, vagy egy lakásfelújítást is elvégzett otthon, nem biztos, hogy mindig az legolcsóbb ár a legjobb, uh -huh. de ez egy állandó vitatárgyát képezi, ezért egy, ez egy kétfordulós eljárás volt. Tehát először volt egy ilyen előminősítéses szakasz, tehát a jelentkezőknek be kellett bizonyítani azt korábbi referenciák, jelenlegi rendelkezésre álló kapacitások alapján, hogy alkalmasak megfelelő minőségben uh -huh. elvégezni a munkát, és ezen az alkalmassági rostán átmenő cégek tehettek utána konkrét árajánlatot. De hát itt minden esetben az összes pályázó cég esetében, komoly múltal és komoly referenciákkal rendelkező cégekről volt szó, tehát föl sem merült, hogy itt most a, nem megbánta senkit a, 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 sarki kőműves bácsi akarná felépíteni a piacot. sarki kőműves bácsi biztos, hogy nagyon jól dolgozik, és biztos, hogy mindenki megelégedésre szolgál, de azért egy ekkora volumen, egy ilyen léptékű beruházáshoz komoly háttérre rendelkező cégek kellenek, a pályázók ilyenek. Azt tudjuk, hogy, hogy ugye alapvetően kétszintes lesz az egész, tehát lesz egy, ugye az, az említett ő, illetve, hogy már három, hát öt, az öt, már sőt, hat, hat. Igen. igen, tehát akkor szedjük, szedjük össze, tehát lesz ugye ez a garázs rész, aztán lesz egy földszinti rész, ott lesznek a hagyományos piaci standok, akkor lesz egy első emelet, ugye, ahol a hentes és élelmiszer, és itt jutunk el a kérdésemhez, hogy a következő szint a, a rendezvényközpont, aztán még egy tetőterasz, nem? Tehát körülbelül ezek a... Nagyjából így van, hogy egy kétszintes mélygarázs és árufeltöltő rendszer, van, most ha jól emlékszem a számokra, akkor 120 férőhelyes mégarás plusz egy áru feltöltő részt, tehát a, a, a piacnak az áruval való feltöltése is a épület kubatúráján, dobozán belül történik liftekkel, és olyan e, megközelítési árufeltöltési rendszerrel, hogy az áru nem találkozik az áru mozgatása során nem találkozik a vevőkkel, vásároló, Ugye most jelen ha? pillanatban a rekeszeket ott hát a, a vásárlók között húzom, menjek a Aminek megvan, a, igen, vigyáztam hmm. nagy hangos felkiáltása jönnek. E, ennek is megvan a maga bája. E, ez itt most nem lesz már szintén a szabályok miatt, tehát az árnak hmm. zárt rendszerbe hmm. kell megérkezni az eladó térbe, és akkor onnan kerül ki majd a vevőhöz. Tehát van egy ilyen két rész, és valóban két szinten helyezkedik el a, a piac a funkciók szerint szétválasztva, tehát ugye az is sok kritika volt, hogy azok a piacok, ahol minden van minden szinten, azok uh -huh. nem működnek, mert hogy az emeletre nem mennek föl. Itt most olyan, ahogy említette is, a, 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 a husosok például az emeleti szinten lesznek, tehát aki kimegy a piacra, hogy a hétvégi leves, akkor igen. mindenféleképpen ha. föl kell menni az emeletre, így biztosítva egyébként, hogy valóban minden terület, minden kereskedelmi egység jól kihasználható legyen, és akkor valóban ugyanazon épületben vagy épületten, de teljesen funkcionálisan is és megközelítés szempontjából is teljesen elkülönülten helyezkedik el ennek a vásárcsának a tetején a kulturális központ, annak is van egy fogadó része, egy külön bejárattal, a később elkészülő promanádon keresztül is, a piac érintése nélkül is be lehet jönni, tehát így is biztosítva az, hogy jött, jöttek ilyen vádak, hogy hát akkor majd a, én, a, a hurka az majd fölmegy a, 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 színházteremben, nem, de mindenkit meg lehet nyugtatni, hogy ilyen nincsen, és akkor annak az előadót, vagy előterénél egy lépcsőn, vagy mozgó lépcsőn keresztül föl lehet menni a magához a rendezvénytérhez. Egy 500 fős befogadó képességű ültetett, hmm. vagy 1000 fő befogadására képes ilyen álló Uh -huh. rendezvényre alkalmas kiállítóterekkel, és egy gyönyörű szép zöld tetőterasszal. Jó, az, a, akkor is, hogyha oké, nem megy föl a hurkaszaga a színházteremben, színház de azért fölmerül a kérdés, és vagy általában joggal, a, legalábbis a kérdés, hogy ugye miért kell a egy ilyen rendezvényközpont, avagy ha leegyszerűsítjük, akkor hogyan a krumplihoz a komoly zene ö, típusú Hát kérdés. a Ha ne akarnék, komoly zenét sem lehet korgógyomorral hallgatni, de viccet félretével, a ugye Újpest önkormányzatában, amióta mi próbáljuk itt a közügyeket intézni, mindig a, a célszerűség, az észszerűség és a gazdaságosság uh -huh. a praktikum volt, ami, ami vezetett minket, és ez a terület, az itt uh, rendelkezésre álló szabályozási környezet lehetővé tette, hogy egy ekkora, épületet építsünk. Uh -huh. Négy szintes piacra, és ilyen méretű piacra, mint ami mondjuk csak és önállóak piacként működne, nem volt szükség, vagy nem lett volna szükség. És akkor gondolkoztunk azon, hogy hát akkor ezt a építési lehetőséget figyelembe véve azt is, hogy már nagyon büszkék vagyunk a kulturális intézményeinkre, de ezen intézmények nem biztos, hogy a korkövetelményeinknek megfelelő helyen és módon vannak elhelyezve büszkék vagyunk a polgárcentrumra, büszkék vagyunk az adiművelődési házra, a gyermek- és ifjúsági házra, de azért lássuk be, hogyha egy szalagavató bált szeretne egy újpesti középiskola szervezni, akkor most jelen pillanatban Újpesten nem talál egy olyan igényes termet, ahol mondjuk egy ezer fős rendezvényt meg lehet tartani, vagy ha szeretnénk mondjuk egy 400 fős színházi előadást tartani, akkor már az adi ehhez kicsi, és nem is biztos, hogy technikailag is képes arra, hogy egy ilyen volumenű előadást befogadjon. Tehát ezért azt gondoltuk, hogy ha már van építési lehetőség, akkor mit tegyünk a piac tetejére? Irodaházat, lakást, vagy valamiféle olyan tornacsarnokot, vagy valami olyan funkciót, ami egyébként illeszkedik és méltó Újpest belvárosához, a központhoz, ehhez az agórához, a főplébiáni templom, a református templom, a városháza és a piac, az, ez, ennek a, a helynek a szelleméhez. És akkor azt gondoltuk, hogy a, a, a Pesgő újpesti közösségi kulturális életet is hozzuk be konkrétan ide, hmm. erre a helyre, és akkor így született a döntés, hogy akkor funkcionálisan elválasztva, mégis egy helyen egy nagy lélegzetvétellel készüljön el egy új. Mivelődési központ. Egy ilyen dolog bevételt is hozhat a, a városnak, nem? Tehát... Természetesen, hát ugye egy ilyen, egy ilyen rendezvény helyszínen teret tudunk adni a saját programjainknak, a saját rendezvényeinknek, és nyilván a rendelkezésre álló szabadidőben pedig ezt lehet hasznosítani, tehát általában ezek a jó minőségű multifunkciós kulturális központok vagy rendezvényközpontok azért elég komoly potenciált mutat a tekintetbe, mm -hmm. hogy itt megnyíljon és még pesgőbb legyen az élet. Ö, a, ez egy különálló intézmény lesz amúgy ez a, ez a kulturális központ? Ö, természetesen, tehát ugye jelen pillanatban a kivitelezési munkálatokat, az Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft. végzi, ez az önkormányzat 100%-os tulajdonú cég, tehát a Önkormányzat század-os tulajdonában lévő mm. vagyonkezelőnek a leányvállalata, de közösségi tulajdonban van, és később a, a, az épületet és magát a piacot ez a cég fogja üzemeltetni, de a rendezvényközpontot az Újpesti Kulturális Központ, mint ö, létező önkormányzati mm. kulturális cég fogja tartalommal megtölteni. Mm. Ö, olvashatták az Újpesti Naplóban és az Újpestiak azt a szlogent, hogy hagyományt építünk. Ö, ezt magyarázzuk meg egy kicsit, hiszen már az előbb említettük a, az áru arréptolást, hogy jövők meg lassabban. Van a piacnak egy olyan fajta hangulata, általában egy piacnak, ami ugye vissza, ö, visszaadhatatlan, vagy hát ilyen egészen sajátos. És ugye ö, most meg lesz egy modern intézmény is, de azért valahogy arra is törekednek, hogy az a fajta hangulat megmaradjon. Egyáltalán lehetséges-e ez, hogy, hogy megmaradjon? Én azt gondolom, hogy a, a hangulatot legalább kettő nagyon fontos tényező befolyásolja. Az egyik az maga a, a helyszín, az a tér, ahol, ahol a, a piac megvalósul, a másik pedig ugye a vásárok és a kereskedők közössége. Tehát mm. a leghangulatosabb térben is lehet szomorkásan fanyar arccal vásárolni, vagy pedig barátilag odaszólni a törzsvevőhöz viccet mesélve, uh -huh. jókedélyűen. Én azt gondolom, hogy ezzel az van nincsen semmi probléma. A tervezés során törekedtünk arra, és ez kifejezetten elvárás volt a tervezők felé, hogy amit lehet, azt próbáljunk meg megőrizni a jelenlegi jellegéből a, a piacnak. Tehát például a földszinten meg fognak maradni ezek a standos, kipakoló, a klasszikus piaci rész, ahova jöhetnek az őstermelők. Tehát, tehát próbáltuk az egésznek a hangulatát azzal, hogy meg lehet nyitni, hogy nyáron vagy jó időben ki lehet jönni egyébként az épületen kívülre is, szintén uh -huh. asztalokra, Árusítani ezzel mind-mind azt próbáltuk elérni és jelezni, hogy valóban ezt a hagyományt, amit az Újpesti piac jelent, azt mi tiszteljük, szeretjük. Én magam is rendszeresen járok oda vásárolni, úgyhogy, és, és ugye a, a legújabb Újpesti naplóban, ami azt talán a tegnapi nap folyamán jelent meg, a belső oldalon van egy melléklet, ami bemutatja az újpesti piacot egy ilyen idővonalon keresztül. Érdekes, érdekes megnézni, hogy honnan indultunk, milyen fázisok voltak és hova szeretnénk eljutni, hogyan újul meg a város és hogyan, hogyan jelentette ez a piac Újpest életének és belső területeinek a mindennapjait. Azt lehet tudni egyébként, hogy az állandó árusok, hogy viszonyulnak -e ez a változáshoz? Én azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy minden változástól fél az ember. Tehát ha egy gyönyörű, szép kertesházba akarok elköltözni a, a kis albérletemből, akkor is várakozásokkal teli, de egyébként egy picit aggódva is nézzünk a jövőbe, hogy meg fog-e felelni, be tudom-e úgy rendezni, ahogy szeretném, nem fogok -e eltévedni azon a környéken, ahova menni akarok. Tehát, de ez így volt mindig is, tehát amikor a, amikor a zeneiskolát költöztettük át a régi épületéből a, a gyermek és ifjúsági ház, Modern, felújított felső két szintjébe. Akkor is volt a tanári karban aggódás, aggodalom, hogy akkor milyen is lesz, hogy fog az működni. És most azt gondolom, nem nekem kéne elmondani, de egyébként ők is elmondják minden egyes alkalommal. Hogy nagyon-nagyon bejött, és, és alaptalanok voltak az aggódások. Tehát igen, Tehát Van akkor egy... körülmények, előbb-utóbb meggyőzik, akkor azt mondja. Ön magáért fog beszélni. Tehát én bármit mondhatok, lehet Aha. nekem bármi a meggyőződésem, addig, amíg azt valaki a saját bőrén nem érzi, nem tapasztalja, hogy igenis jó, igenis működőképes, addig, addig hiába való is. Hmm. Talán azok a dolgok, amit eddig letettünk itt az Újpesti. Közösség asztalára, akár az Uszodáról beszélek, akár a felújított szakrendelőről, akár a valamennyi felújított gyermek- és háziorvosi rendelőről, a megújuló, megszépülő iskolákról, az energiatudatos, környezettudatos beruházásokról, a napelemekről, stb. Ezekkel kapcsolatban mindig vannak félelmek, a felújítás alatt mindig vannak problémák, de utána azért szerintem az eredmények önmagukért beszélnek. Itt is el kell mondanom, és rögtön előre is elnézést és türelmet kérve, nem lesz egyszerű az építkezés, mégiscsak egy belvárosi uh -huh. Erről van szó, egy nem pici beruházásról. Mindenkitől türelmet és nagyon nagy odafigyelést kérünk itt, adott esetben hetek alatt is változhat egy forgalmi rend, tehát mondjuk egy utcaszakasz valamikor le van zárva, de aztán utána átadásra kerül a forgalomnak, aztán majd adott esetben megint le lesz zárva, tehát én azt kérek mindenkitől, hogy a szokásos felületeken, az Újpesti Naplóban, az Újpest.hu oldalon, vagy az Újpest magyar Facebook oldalon mindenki tájékozódjon. Vagy talán itt is. Hát természetesen, vagy a piacon szórólapok mm. készülnek és fogják egyébként az árus kollégák segítségével, tehát ők mm. is fogják a vevőiknek osztogatni ezeket a tájékoztató kiadványokat. Én szeretném azt, hogy a lehető legkisebb zavarással, Folyamatosan működjön a piac. A piac egyébként folyamatosan fog. Tehát ez lehetséges az, hogy. Ha, ha, ha türelmesek vagyunk, ha odafigyelünk, ha rugalmasan állunk ezek a változásokhoz, ha a kereskedők is elfogadják azt, hogy Aha. eddig innen töltöttem fel a, a boltomat, most innen kell, nem állhatok ott az autóval egész nap. Ugye eddig jellemzően az volt, hogy megérkezett reggel a teherautóval. Onnan bepakolta az árut, majd mm. egyébként az autó ott parkolt. Most az árufeltető helyeken parkolási lehetőség a kereskedők részére nem lesz. Viszont egyébként a piactól egy sarokra lévő telket fölszabadítottunk kifejezetten arra, hogy ők ott napközben tárolhassák a szállító járműveiket. Tehát igyekszünk mindenre odafigyelni, kell az ő rugalmasságuk, kell a, a vásárlóközönség türelme és odafigyelése arra, hogy a változásokat lekövessék, de azt gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legkisebb problémával folyamatosan a hét minden napján működjön a piac. Tehát lehet sült tenni, meg lángost. Természetesen. Ez, 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 ez az idő alatt Ez egy is. fontos ez szempont. Egy, ez, ez egy nagyon fontos szempont. Annyi még, hogy a, és a parkolás a, hogy a parkolást említette, hogy azért Újpesten a parkolás elég nagy probléma sok helyen, már csak azért is, mert ugye sokan a városon kívülről idáig jönnek, itt hagyják az autót, és mennek be a városba. Ez a, ez a mély garázs ezen is segíthet esetleg? Mindenféleképpen, sőt, a kollégáim vizsgálják annak a lehetőséget, hogy ugye most per pillanat az a sárga keramitos parkolóban, ugye egy óra ingyenes parkolási lehetőség mm. van és két óra ingyenes parkoló, plusz még egy óra, hogyha valaki bemutat egy piaci blokkot. Tekintettel arra, hogy itt az építkezés miatt ideiglenesen meg fognak szűnni parkolóhelyek, ezért vizsgálják a kollégáim azt, hogy a még így is jelentős P +R parkolók hmm. miatt, P plusz céljára veszik igénybe a keramitos parkolót, hogy bevezessük egy minimális, de fizetés díjat, pontosan azért, hogy tudjuk szabályozni a, 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 parkoló számot, tehát hogyha valaki ugye beáll reggel 8-kor, és este 10-kor vitt el az autóján, akkor ugye ott állt egész nap, és nem kellett fizetni, mert ugye este 8 óra után már nem kell fizetni, és akkor már nincsen őr. Tehát itt is bevezetjük a, a, az egész időszakos őrzést, és lehet, hogy be fogjuk vezetni a, az építkezés idejére valamiféle fizető fizetési kötelezettséget. Ebben még döntés nem született, a szakértő kollégáim, közlekedési szakemberek számolják a lehetőségeket, hogy mivel teszünk a legjobbat. Egyébként nagyon sokan mondták azt, akik szívesen jönnének ide gépkocsival vásárolni, de nehézkes volt már eddig is a parkolás. Azt mondták, hogy inkább legyen fizető parkolás, de legyen hely legyen a parkolóban. Helyben. Tehát ez egy állandó dilemma, illetve hát ugye például sokan visszaéltek ezzel a lehetőségek, lehetőségek két óránként megfordultak a, a megpörgették az autót, visszaéltek egy picit ezzel a lehetőséggel, most próbáljuk úgy kialakítani a rendszert, hogy minél hatékonyabb és jobb legyen. Mm -hmm. És amikor kész lesz ez a garázs tehát akkor, akkor viszont már adja magát az egész helyzet, nem? Így van, akkor növekedni fog a férőhelyek száma egyértelműen. Mm. Zárjuk a legfontosabbba, hogyha már végigbeszéltük, hogy mi lesz itt az építkezés során, mikor adják át az épületet, mikor vehetik birtokba az újpestiek? 20 hónap a kivitelezési idő, legalábbis ami a mostani szerződésekben szerepel. Azt tudni kell, hogy a, a kereskedelmi helyiségeket, hmm. az alapvezetékek, az alapburkolatok azok meg lesznek, de magának az üzleteknek a berendezését a majdani hmm. Kereskedőknek kell kialakítani, tehát ott a majd a 20 hónap után még van egy ütemben van. A... Hát ugye, amikor az épület már úgy áll, hogy egyébként be lehet menni mm. a kereskedőknek is, akkor ők a saját helyiségeiket maguk alakítják, kirendezik be, természetes módon. Az még egy picit hozzá tehet ehhez az időszakhoz. Hát próbáljuk úgy csinálni, hogy ez a lehető legkevesebb legyen. Én nagyon bízom abban, hogy két év múlva itt már egy teljesen jó működőképes piac lesz. Legyen így, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.